Jó-e, ha a tanárok megtagadják az írásbeli érettség felügyeletét? Erre a kérdésre keresem a választ a mai blogban. Sziasztok, Duk András Ferenc vagyok, ez itt a Blogaritmus. Felelős tanár nem érettségiztet májusban, még akkor sem, ha kényszerítik, mondja a PDS, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Link a leírásban. Azt hiszem ez a kijelentés nagyon megosztotta a pedagógus társadalmat. Én legalábbis elég sok pro és kontra véleményt hallottam, én magam is ebben fejteném most ki az álláspontomat. Először is szeretném tisztázni, hogy mit gondolok az jelenlegi érettségiről. A tegnapi adásban ugye szó volt róla, hogy hogyan lehetne jobbá tenni, ha már megtartjuk az érettségit. Ebből kettő dolgot emelnék ki. Ezek pedig a diákok biztonságáról szólnak, tehát azt most tegyük félre, hogy én, mint tanár a saját egészségemmel hogyan bánok, de nézzük meg, hogy mi van a diákok egészségével. Az egyik ilyen az az, hogy nem adunk nekik megfelelő védőfelszerelést, vagy pedig nem biztosítjuk, hogy megfelelően szellőző helyeken érettségizenek. Az utóbbi nehezebb. Minden esetre az nem megoldás, hogy adunk pár olyan maszkot a diákoknak, amit tudjuk, hogy nem védik őket megfelelően. Ráadásul nem is tesszük kötelező viccelésüket, ugye tudjuk, hogy a maszkok elsősorban a fertőzés átadásától védnek valamelyest, nem pedig a fertőzés megkapásától. A másik probléma az utazással van. Teljesen felesleges és indokolatlan kontaktszám növelés, hogy mindenki a saját középiskolájában vizsgázik. Nyilván ez egy logisztikai probléma, de lássuk, ez gyakorlatilag ingyen van, pár embert kéne ráállítani arra, hogy átalakítsa az érettségit, és ne oda küldjék ki az embereknek az érettségi feladat sorait, ahol tanulnak, hanem ami a lakhelyük a legközelebb van. Hát ha ezt nem tudja lebonyolítani a kormány és az oktatási hivatal, akkor tényleg semmit. Én szívesen felajánlom most is, tehát hogyha ezen múlik és átküldik a diákok címlistáját, és azt, hogy milyen tárgyakból érettségiznek, illetve mik lesznek az érettségi helyszínek, akkor én ezt megcsinálom. Arról nem is beszélve, hogy ez akkor lenne az igazi, hogyha senkinek nem kéne tömegközlekednie az érettségire, tehát új vizsgahelyszíneket hoznak létre, amiket így is fognak egyébként, nem férnek el a 10 fős csoportokba minden iskolába, de lehetne ezeket olyan helyen, ahol amúgy nincs iskola. Ha én megtagadom az érettségi felügyeletet, és végül mégis lesz érettségi májusban, akkor ugye én növelem a biztonsági kockázatokat, hiszen nyilván minél több a felügyelő, minél többen tudják biztosítani a higiéniai feltételeket, fertőtleníteni, figyelni diákokra, hogy ne csoportosuljanak, stb. Stb., annál biztonságosabb az érettségi. Ha viszont elég tanár összegyűlik, és el lehet érni valami változást, akkor nyilván jelentősen, ennél sokkal nagyobb mértékben növelhető a biztonság. Tehát nekem, mint egyénnek, a döntés meghozásakor, amikor döntök arról, hogy megtagadom az érettségi feltételt, vagy nem, még nincs arról információm, hogy mi lesz az érettségivel. És az, hogyha én megtagadom, vagy nem tagadom, meg mind a kettőnek van arra esélye, hogy pont azzal sodrom veszélybe a diákok. Ilyen dilemma elé állítani a tanárokat szerintem kimondottan erkölcstelen. Ez a kormánynak a legnagyobb bűne. Ráadásul szándékosan megosztja a pedagógus társadalmat és a diákokat is, hiszen aki azt mondja, hogy én igenis megtagadom az érettségit, mert szeretném és bízom benne, hogy a tanárok nagy része ezt fogja tenni, és ezáltal ki tudunk harcolni biztonságosabb körülményeket a diákoknak, rájuk nyilván azok, akik úgy gondolják, hogy ennek esélye sincsen, joggal lesznek mérgesek, hiszen ők meg vannak győződve róla, hogy ennyivel kevesebb kollégával kevésbé lesz biztonságos az érettségi. És igazuk is van a saját szempontjukból. Ugyanakkor én ezt mondom, hogy a kormányt úgysem lehet meggyőzni, mert úgyse fog elég pedagógus összefogni ezért a célért, és erről meg vagyok győződve, akkor én nem tagadom meg az érettségi felügyeletet, és ráadásul ugye a diákokkal ugyanezt eljátszuk, a diákokat ugyanígy megosztja ez a kérdés. Az a tanár jár el az érdekükben, aki megtagadja az érettségire való felügyeletet, vagy az, aki pont, hogy nem. Szerintem egy kormány, ami magát nemzetinek tartja, nem tehet meg olyat, hogy szándékosan megosztja a tanárodalmat. Márpedig ezt én máshogy nem tudom értelmezni. Összességében tehát erkölcsileg azt mondom, hogy egyértelműen igaza van a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének, felelős tanár nem asszisztálhat ehhez, ugyanakkor az a dilemma itt, hogy nem tudjuk, hogy mivel fogunk nagyobb kárt okozni. Ezért én nem ítélkezem tanárok felett. Nyilván egyedül azokat a kollégáknak az állásmódját nem tudom elfogadni, akiket nem érdekel, hogy mi lesz a diákokkal, és azokat, akik nem értik azt, hogy miért veszélyesek a mostani döntések a diákokra. Szerintem azért ez pedagógus társadalomnak egy szűk szegmensének. Ha a diákok egészségéről van szó, akkor a kisebbik rossz szelvét nem annyira szeretném elfogadni. Amúgy se szeretem ezt annyira, szívunk ezzel eleget amúgy is. Hát ennyit a mai részről. Köszönöm az egészetes figyelmet, holnap a szokásos szombati könnyedebb résszel azért még jelentkezem, aztán közelebb hétfőn. Aztán persze ki tudja, lehet, hogy holnapra is olyat hoz az élet, hogy a könnyed részről valami komolyabb lesz. Addig is
iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és lájkoljátok a Dukán András Ferenc Momentum Facebook oldalt, Momentum oktatás, kultúr, ifjúság és tömegpolitikai híreiért.